Magi Zoltán hajdúnálási származású költőneve sokak számára ismerős lehet. Jómódú hajdúnálási családba született, és tanulmányait is itt kezdte el. Egy tehetős helyi családban született 1907. március 16-án. Édesapja tanító volt, egyébként abban az időben az természetes volt, hogy a tanítók is jelentős földvagyonnal rendelkeztek, örökletes úton is, meg egyébként vásárlás útján is. Lényeg az tehát, hogy a tehetős családba született, összesen 6 gyermekkel áldotta meg a Jóisten ezt a családot, csak hát annak a világnak meg volt a maga keserve, mint hogy manapság is, vagy talán még inkább, tekintettel arra, hogy többféle járványos betegség is sújtotta az akkori magyarságot. Többek között a legnagyobb betegség a magyar betegségnek, vagy Morbus Hungaricusnak nevezett tüdőbaj, azaz a TBC, amely az egyébként hatodiknak született Zoltánt is magával ragadta. Testvérei sorra hasonló betegségben, torokgyíkban, vagy éppenséggel egyik bátyja például ugyanebben a betegségben halt meg idejekorán szintén 18 évesen. A családban egyébként egyetlen egy gyermek maradt életben, egy leány, Gizella asszony, aki aztán végigélte az életét, és ő volt az, aki nagyon sokat tett azért, hogy az öccse, a Zoltán, aki, mint mondottam, 1907-ben született, a hagyatékát a rövid élet útja során hátra maradt verses füzeteit, egyáltalán verseit a közvéleményhez eljuttassák. A fiatal tehetségre nagy hatással volt Ady Endre és Vajda János is, ám sajnos rövid, mindössze 23 éves élete során nem tudott saját egyéni költői stílusa kiteljesedni. Abból kell talán kiindulnunk, hogy mindössze egy 23 éves fiatalember áll előttünk. Ha gimnázium éveit vesszük alapul, akkor azt mondhatjuk, körülbelül 16 éves korától kezdett el verseket írogatni, fabrikálgatni, de miután rendkívül művelt, nagyon tájékozott fiatalember volt, ebből következőleg látókörébe kerültek az akkori nagyok, mindenekelőtt Ady Endre, akit egyfajta szellemi előfutárának vagy szellemi tanítómesterének tekintett. Mondhatjuk azt is, hogy Ady szellemisége általa eljutott ide hajdúnálásra is. Ezzel együtt azt is mondhatjuk, hogy azt a stílust, azt a gondolkodást követte, nem is véletlenül nevezték egyébként a későbbiek őt Ady halkszavú utódának, ami nem a csöndességére utal, hanem a kiteljesületlenségére, hiszen nagyon gyorsan derékba tört az életútja. Minden esetre az a világ, amiből ő merítkezett, az hasonlatos Adyéhoz, de ami számunkra különösen nagyon fontos, hogy témáját teljes egészében hajdunálás kultúrájából, hagyományos kultúrájából, paraszti kultúrájából merítette. Azt mondhatnánk, hogy minden egyes verse, ami egyébként összességben közel 400 verset jelent, egy-egy picike kis hangocska, egy kis szösszenet hajdunálás akkori múltjából, akkori világából. Rövid élete alatt nagyon sok verset írt, több mint 400-at. Ezekből egy gyűjteményt terveznek kiadni, amely az írásai, feljegyzései egy részét tartalmazza majd. Magi Zoltán egy hajdúnálási születésű költő, aki mélyen megérinti azokat, akik olvassák az ő verseit. Bár azt kell mondani, hogy nagyon kevesen olvashatják a verseit, hiszen még egyszer jelent meg egy gyűjteményes kötet az 1970-es években a válogatott írásaiból. Mi azt szeretnénk, hogyha minél többen megismernék Magi Zoltánnak a műveit, már csak azért is, mert az intézményhez természetesen kötődik az ő munkássága, mostában tényleg többet hallhattak a jubileumi év kapcsán, az újságban is olvashattak róla, hogy miért fontos ez számunkra. Hiszen ő a szülőföldről írt, hiszen ő hajdúnálásról írt, de nem csak erről írt, hanem megírta, meg énekelte tulajdonképpen azokat a fájdalmakat, amit egy fiatal léleknek kellett átélni az alatt, amíg ő a betegségével szenvedett. Mi szeretnénk, hogyha az emlékét úgy őriznénk meg, hogy még újra kiadhassuk, kiadjuk az ő verseit, a verseinek egy válogatását. Sajnos nem ebben az évben, hanem a jövő évben tervezzük ezt a kötetet. Nagyon sok versét hagyta ránk. Dr. Kovács Zoltáni által hozzánk került verses kötetei több mint 400 verset őriznek, és mi ezekből valószínűleg válogatva szeretnénk megjelentetni azokat, amelyek ma is aktuálisak, hát illetve természetesen amelyik olyan színvonalak, hogy ezek megjelenhetnek egy gyűjteményes kötetben. A hamvai a hajdúnálási köztemetőben vannak. Mivel gyerekei nem voltak fiatalkora miatt, így a Móricz Pálvárosi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai elhatározták, hogy gondozni fogják a síremléket. Szeretnénk, ha ebben a könyvben természetesen tanulmányok is jelennek meg,
amelyek jobban megvilágítják az ő irodalomtörténeti munkásságát, illetve az élettörténetét. De nem csak azt szeretnénk, hogy így hagyjunk emléket, hanem azok a kollégák, akik hónapok óta foglalkoznak a Maginak a verseivel, azok nagyon beleszerettek, mondhatom azt, ezekbe a versekbe. Hiszen ő egy fiatal ember volt, és nagyon érzelmesen és nagyon kifejezően beszélt a szerelemről, a hazáról, arról, hogy milyen tulajdonképpen embernek lenni, és hogy milyen fájdalmak is érik az embereket. Éppen ezért szeretnénk megőrizni, és tiszteletünket is letenni természetesen az ő sírjánál is. Hiszen Hajdúnánási temetőben található a síremléke, és mi ezt szeretnénk december 27-én az ő halálának napján is megkoszorúzni, és figyelni arra, hogy mindig gondozott legyen, hiszen neki leszármazottjai nincsenek, nem lehetnek Hajdúnánáson. A Móricz-pár emlékévet jövő évre is áttolják a vírushelyzet miatt. Szeretnénk továbbvinni a Móricz-pár emlékévet egy kicsit januárra, februárra, amikor már fel tudjuk oldani a kapukat, és akkor igazából egy klasszikus könyvbemutatót rendezni. Ebben az írásban Hajdúnánás helyszíneire, személyeire és neveire is ráismerhetünk. Nagy örömmel tudom bemutatni tulajdonképpen ezt a kötetet. Ezek a történetek, amik ebben a kötetben megtalálhatóak, tényleg rólunk szólnak, Hajdúnánásról szólnak, az itt élő emberekről szólnak. Találkozhatunk ebben a könyvben olyan írásokkal, amelyek bemutatják Hajdúnánásnak a határát. Bemutatják a cseppi szőlőt, bemutatják a templomot, bemutatják a bástyát. Tehát ráismerhetünk azokra a helyszínekre, amik ma is természetesen fontosak az itt élő közösségnek. De nem csak ezeket, bemutatják az itt élő embereket. Név szerint találkozhatunk a Magikkal, a Nagyokkal, Molnárokkal, Csohányokkal, és rengeteg névvel. Tehát valószínű, hogy aki olvasott, akár még egy családfogutatásban is tud neki segíteni. A történetek pedig, amik megjelenek benne, nagyon különlegesek. Egy elmúlt, letűnt világot mutatnak be, és ugyanakkor pedig erkölcsileg utat mutatnak a mostani emberek számára is. Hiszen az a paraszti világ, amelyben íródott, az mindig is egy nagyon konzervatív és mindig erkölcsös közösséget tudhatott maga mögött. Ebben a kötetben ezeket is megtaláljuk, de nem csak ezeket. Nagyon érdekes, hogy milyen különleges szavakat használ Móricz Pál. Valamelyiket már elfelejtettük, valamelyiket esetleg csak a nagyszüleink révén ismerhettünk meg, és sokszor kutakodni kell, hogy vajon mit is lehet ez a, mi is lehet az a szó. Ilyen például a zehernyál. A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény süteményes receptversenyt hirdet, amelyek fotóit és képeit közé is teszik a közösségi oldalukon. A legtöbb 3 szavazatot kapó recept tulajdonosa ajándékba részesül majd. December 20-áig lehetőség van a képeket elküldeni a pályázatra. A kedvenc karácsonyi süteményem versenyt, ahol azt szeretnénk, hogyha a hajdúnánási hölgyek és urak azokat a recepteket küldenék el fotóval, amelyek az ő karácsonyi asztalukra kerülnek. Miért is fontos ez? Mert nagyon sokszor látjuk azt, hogy a közösségi médiákban lájkoljuk és megosztjuk másoknak az ételeit, de hát miért ne gyűjthetnénk össze azokat, amik itt Hajdúnánáson kerülnek az ünnepi asztalra. Szeretnénk, hogyha minek többen küldeni kell ezeket, a receptet, a fotót, az e-mail címünkre, és mi ezeket fogjuk közzétenni a Facebook oldalunkon. A legtöbb 3, akire szavaznak a város lakói, azok értékesebb ajándékutalványt fognak kapni. Elindítottuk az adventi kalendáriumot a kisgyerekek részére, amelyben minden nap egy-egy feladat vár rájuk, és akik ezeket a feladatokat elküldik, megoldják, azok szintén apró, kedves meglepetéseket kaphatnak. És aki pedig minden 24 nap velünk volt, az pedig egy ajándékcsomagban részesül. Mi így szeretnénk egy kicsit kapcsolódni ahhoz, hogy még boldogabb és békésebb legyen ez a karácsony mindenkinek.